Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Sajhó Zénó vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Indul a TOP plusz 1800 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok. Útátadás, a közlekedést és a turizmust is segíti a Bonyhád-Bátaszéki út felújítása. Idén is kapnak karácsonyi csomagot a Szépkorúak Szekszárdon, több mint 3300-an regisztráltak már. Adventi szabadulószoba, a fiatalokra koncentrálnak Pakson. Több mint 1800 milliárd forintot költhetnek fejlesztésekre a települések a most induló TOP plusz pályázati rendszernek köszönhetően. Ezzel kapcsolatban tartottak tájékoztatót polgármestereknek Szekszárdon. Az előző ciklusban már 40 milliárd forint érkezett Tolna megyébe a TOP rendszerével, a következő időszakban pedig a tervek szerint ennél is jóval több forrásra számíthatnak az önkormányzatok. Nemrégen adták át a piac új épületét Nagymányokon. A beruházásra 2014-ben indított terület- és településfejlesztési operatív program részeként került sor. Ennek a pályázatrendszernek köszönhetően az ország szinte valamennyi településen fejleszthették a középületeket, az utakat, a játszótereket és az egyházi ingatlanokat. A lehetőséggel pedig szinte mindenhol éltek. Fadnak is bőven jutott forrás az elmúlt években a toppos keretnek köszönhetően. A településen szinte minden középületet felújítottak, és az utakat is folyamatosan fejlesztik. Múlt héten pedig egy teljesen új bölcsödét adtak át a faluban. Két fordulóval tudtuk felújítani, egyszer egy külső felújítást és tető felújítást kapott, és vártunk egy kedvező alkalomra, hogy a bölcsödénket meg tudjuk építeni. Így aztán, amikor kiírták a bölcsödére a topos pályázatokat, azonnal benyújtottuk. Hát sikeresen meg is nyertük. A TOP rendszer ugyan kifutott, ám a kormányzat folytatni fogja a támogatási rendszert, mert a program annyira sikeresnek bizonyult. Ezzel kapcsolatban szervezett tájékoztató fórumot a pályázatokat koordináló Tolna megyei önkormányzat a települések vezetőinek. Most elvileg 45 milliárd forintnyi összeget céloznak meg alaphangon Tolna megyének. Ez egy nagyon pozitív eredmény az előző ciklushoz képest, ott emlékeztetem a közvéleményt, hogy 27,5 milliárdról indultunk, aztán lett belőle lényegében több mint 40 milliárd forint. Most, ha elindulunk egy magasabb összegről, 41 milliárdról, most ugye célunk természetesen az, hogy az idő elteltével, az árak emelkedésével és a projektek változásával lehet talán majd ráemeléseket kérni. 2027-ig a települések fejlesztésére 1800 milliárd forintot költ el az állam, az első kiírások pedig már meg is jelentek. A családokért felelős tárca nélküli miniszter például néhány napja közölte, hogy 50 milliárd forinttal támogatják a hazai bölcsödék fejlesztését. Azt vállaltuk, hogy 2022 végéig lesz elegendő bölcsödei férőhely, és ezt a vállalásunkat teljesítjük most is. Ebből az 50 milliárd forintos pályázatból önkormányzatok és egyházak részesülhetnek, akkor, hogyha bölcsödét, mini bölcsödét, vagy akár családi bölcsödét hoznak létre. Az előző ciklusban több mint 2000 településen zajlottak topos fejlesztések, mintegy 1600 milliárd forint értékben. Ebből országosan 800 kilométernyi út újult meg, 14 000 bölcsödei férőhely jött létre, 1500 kilométer hosszan épültek kerékpárutak. A harmadik negyedév 6,1%-os növekedése azt mutatja, hogy továbbra is dinamikus pályán maradt a hazai gazdaság. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait kommentálva a közösségi oldalára felkerült videóüzenetében. A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a második negyedév 18% körüli rekordnövekedésével a magyar gazdaság már meghaladta a járvány előtti teljesítményét. A harmadik három hónapban növekedés a második valaha mért legmagasabb érték, és a rendelkezésre álló adatok szerint meghaladja az uniós átlagot, jegyezte meg. Mindez azt mutatja, hogy beérnek a támogató költségvetési politika eredményei. A kormányzati intézkedések érdemben segítik az újraindítást, és tompítani tudják a negatív külső hatásokat. Azzal számolunk, hogy idén rekordmértékű, 6,8%-os lehet a gazdaság teljesítményének növekedése.
Hétfőn 5323 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 966167 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 32336 főre emelkedett. 5811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 545-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.300.000-en kaptak. Tolna megyében 113 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban. Ezzel a járvány kezdete óta 19.984-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Egyre többen betegednek meg az influenzától. Az orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint november 1-e és 7-e között az országban 11.100-an fordultak szakemberhez ilyen tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 44. héten az orvoshoz forduló betegek 18,8%-a 14 év alatti gyerek, 35,5%-a 15-34 éves felnőtt volt, még 32,6%-a a 35-59 évesek, 13,1%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjából került ki. Közölték azt is, hogy a 40-44. Hét között vizsgált 227 mintában influenzavírus okozta fertőzést nem igazoltak. Átadták a forgalomnak a felújított Bátaszéket Bonyháddal összekötő útszakaszt. Az M6 forgalom növekedése ennek a mellékútnak a leterheltségét is megnövelte, ezért vált időszerűvé a javítás. Emellett, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a környéken élők és a növekvő turizmus kiszolgálása miatt is fontos volt a korszerűsítés. Már csak az utolsó simításokat végzik a szakemberek a teljes egészében megújult Bonyhád-Bátaszéki úton. A beruházás mintegy 18 kilométeren zajlott és tette gyorsabbá és biztonságosabbá az egyre nagyobb forgalmat bonyolító szakaszt. Az M6-os autópályán ide közlekedők ezt az útszakaszt használják leginkább arra, hogy elérjék a térséget. Ez az útszakasz 1 milliárd 10 millió forintból készült el, elsősorban az itt élő embereket kiszolgálva. Nyilván meg kell említenünk az szálkai turisztikai vonzerőt is, amit az elmúlt jó 10 évben vagy 20 évben Szálka község és az ott élő vállalkozók közösen értek el. Ennek kiszolgálása is indokolta az építést, tette hozzá Potápi Árpád János. Pálffy János Szálka polgármestere jelentős lépésként értékelte a település és környezete szempontjából a most befejeződött beruházást. Mi régóta vártuk ennek az útnak a fejlesztését, hál' Istennek az idejében ez megvalósult. Köszönet a között kezelő KHT-nek, valamint az országgyűlési képviselőknek. Ezáltal a településre bejövő út teljes egészében kész van, és a közlekedés sokkal biztonságosabbá vált. A másik, ha a turizmusról beszélünk, akkor ez is egy fontos része. Szálkán már mostanában egyre jobban fejlődik a turizmus, egyre többen látogatnak Szálkára, és hát nyilvánvalóan nem feltétlen mindegy, hogy milyen úton tudnak közlekedni az ide látogatók. Az építkezés nem csak a két várost érintette, hanem a környező bekötő utakat is. Az 56-os úttól Szálka átkelési szakaszig teljes burkolatcsere készült, alapmegerősítéssel burkolat, patka, vízelvezetőrendszer, illetve a Lajvérhíd került teljesen felújításra, és a Szálka településtől a Bátaszék-Bonyhád összekötői útig pedig lokális szerkezet, illetve burkolatcsere készült el. Mindez azt jelenti, mondta Bece Szabolcs, hogy a térségben az útfejlesztések elkészültek. Várhatóan a Magyar Falu, illetve a TOP program folytatása fedezetet ad majd Grábóc és Alsónánna irányában is a korszerűsítési munkák megkezdésének. A hagyományokhoz híven az idei évben is kapnak karácsonyi csomagot a 60 év feletti szekszárdi lakosok az önkormányzattól. A tartós élelmiszereken túl édességet is tartalmaz majd az ajándék. Az adományokat december 6-ától december 16-áig osztják ki a polgármesteri hivatal munkatársai.
Tavaly volt, akinek Szekszárd polgármester és alpolgármestere személyesen vitte ki a karácsonyi csomagot. Az önkormányzat munkatársai hetekig dolgoztak az adományok célba juttatásán. Idén is kapnak ajándékot a 62 éven felüli szekszárdi szépkorúak karácsony közelettével. Az igénylés regisztrációhoz kötött, amelyet november 18-ig lehet személyesen, telefonon a 0674 999 333-as számon, vagy elektronikusan a szépkorkukat szekszárd.hu e-mail címre küldött levélben megtenni. A kérések figyelembe vételével a csomag összeállítása, tartós élelmiszerek vannak benne, és természetesen az ünnepre való tekintettel édesség is kerül. Gyakorlatilag a kérések maximális figyelembe vételével alakulnak a dolgok. Gyurkovics János azt is hozzátette, hogy a csomagosztása december 6-ától 16-áig kerül sor a mindenkori COVID szabályok betartása mellett, aminek a módjáról a csomagosztások előtt tájékoztatják majd a lakosságot. Eddig már több mint 3300-an adták le igényüket a karácsonyi adomány iránt. Nagyszabású gím és dám trófea szemlét tartottak a Tamási parkerdőben. A bemutató célja az volt, hogy közelebb hozzák az emberekhez ennek a sportnak a szeretetét, egyúttal pedig a helyi vadászok is bemutatkoztak a nagy közönségnek. A programon részt vett a kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára is. Kovács Zoltán arról beszélt, a hasonló alkalmak kiváló lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a trófeákon keresztül a vadgazdálkodás helyzetét és fejlődését bemutassák a legfiatalabb generáció képviselőinek is. A mai alkalom is arról tanul bizonyság, hogy a gyerekeket nem taszítja mindaz, amit itt láttak, hanem kimondottan érdekli, és ezen keresztül könnyen és egyértelműen is meggyőzően el lehet nekik magyarázni, hogy miért van szükség vadászatra nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világban, és hogy a vadászat nem csak egy ősi mesterség, egy ősi kultúra, hanem a hétköznapok, a mindennapok elválaszthatatlan része. Nem kell mindenkinek űznie, csak el kell fogadnia, hogy létezik. És ráadásul, ahogy ezt az elmúlt hetekben láthattuk, akár a központi kiállításon Budapesten, akár az egyébként még mindig zajló helyi rendezvényeken, az embereket bizony ez érdekli. Adventi szabaduló szoba várja az érdeklődőket Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ aulájában. Az izgalmas játék különböző, összesen 11 feladaton keresztül vezet a kiszabadulásig. A fiatalok körében népszerű, körülbelül 25 perces paksi szabaduló szobát 7-10 éveseknek ajánlják, mely évvégéig tart nyitva. Januártól egy átalakítást követően a nagyobbakat és a felnőtteket veszik célba. Kinyitotta ajtaját Pakson az adventi szabaduló szoba, ahol hívogatóan világít a rénszarvasszán és a karácsonyfa már feldíszítve várja a látogatókat. A lakattal lezárt vasládát ki kell nyitni, a kirakót meg kell oldani. Összesen 11 karácsonyhoz kapcsolódó feladat megoldása után juthatnak ki a résztvevők a szabaduló szobából. Megint csak bővült Pakson a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőséggel a város. A városlakók számára ez, én azt gondolom, egy nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy hasznosan töltsék el a szabadidejüket, és kipróbálják ezt a szabadulószobát. A fiatalok körében népszerű, körülbelül 25 perces szabadulószobát Pakson 7-10 éveseknek ajánlják. A rendszer pánikgombot is tartalmaz, amit rossz közérzet vagy sikertelen kiszabadításkor lehet használni. Pályázatnak köszönhetően ingyenes az adventi szabadulószoba használata. A CLLD pályázat adta lehetőség az önkormányzat jóvoltából, pedig a financiális segítséget is megadta. A kollégákkal összedugtuk a fejünket, és hát sokat ötleteltünk, hogy milyen tematikájú legyen. A Csengei Dénes Kulturális Központ aulájában kialakított adventi tematikájú gyermekszabaduló szoba évvégéig tart nyitva. Januártól egy átalakítást követően a nagyobbakat és a felnőtteket veszik célba. A játékra telefonon és e-mailben lehet bejelentkezni. Első alkalommal szervezett pálinka versenyt a Bukovinai Székelyik Országos Szövetsége. A megmérettetésre több mint 130 minta érkezett. A gazdák az idehaza ismert italok mellett egészen különleges, egzotikus gyümölcsökből és zöldségekből főzött párlatokat is beneveztek. A programot ezúttal Cikón tartották meg, de a cél, hogy hagyományt teremtsenek,
ebből, és minden évben más székelyklakta település kaphassa a rendezés jogát. Gondoltam éppen, hogy talán jövőre megpróbáljuk, hogy az asszonyokat is kicsit lefoglaljuk, fehér népeket, hogy egy kis pityóka pálinkára addig hát rááll a kezük, és akkor egy kis bemutató keretén belül díjazással egybekötve esetleg ezt a dolgot is visszatudnánk, ugye, ami már elfelejtett szinte. 45 éves a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület. Ezt egésznapos rendezvénnyel ünnepelték meg, melynek során Tolna, Bács-Kiskun és Baranya megyei résztvevőkkel néptáncos szakemberek számára tartottak továbbképzést. Később pedig jubileumi bemutató estel készültek a helyiek, aminek során a környező települések néptánc csoportjai is felléptek. Alapításának 45. évfordulóját ünnepelte a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület az elmúlt hétvégén. Ennek okán szerveztek egésznapos programot, melynek során a délelőtti órákban regionális szakmai konferenciát tartottak, este pedig gála műsorral várták az érdeklődőket a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az Egyesület 45 éves jubileumi műsora, amelyre a környék csoportjait szeretettel hívtuk és vártuk, ugyanis olyan baráti szálak kötnek minket ezekhez a csoportokhoz, amelyek azt indukálták, hogy mindnyájan együtt ünnepeljük ezt a 45 évet. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy a bogyiszlói lakosok büszkék lehetnek a hagyományokra, amit elődjeik hagytak rájuk. Kívánom, hogy minél többen éljük meg ezt a bogyiszlói hagyományoknak a tiszteletét és ennek az életérzését. Én mindig nagyon nagy örömmel vagyok itt, és ezeket a hagyományoknak, ezeknek a rendezvénynek vagyok az aktív részese. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület 1976-ban alakult, a csoport jelenleg 40 tagot számlál. Regionális híreink következtek. Milliós díjazás, prémium a Tükebusznál, a dolgozókra és a pécsiekre fordítaná plusz pénzt a képviselő. Most különösen fontos a köszönetnyilvánítás, a szociális munka napját ünnepelték Pécsen. Libás ételek, új bor, Balatonszárszón, Márton napi lakomát tartottak a településen. Ha megtakarítás van az önkormányzati cégnél, akkor abból a pécsieknek kell visszaadni, nem csak a vezérigazgatót jutalmazni egymilliós fizetéssel. Ezt mondja a Baranyai megyeszékhely önkormányzati képviselője. Mint ismert, november 9-én tárgyalta a Város Gazdasági Bizottsága, hogy a Tükebusz vezetőinek díjazását a duplájára emeljék. Az indoklás szerint több feladatot lát el a vezető, illetve megtakarítást ért el a cégnél. A fideszes Barkóczi Csaba képviselő, a bizottság tagja már akkor azt mondta, hogy a bérletek jegyek árában a dolgozók buszvezetők bérében kellene megjelennie a pluszpénznek. Továbbra sem támogatja Pécsi Tükebusz vezérigazgatójának fizetésemelését az önkormányzat gazdasági bizottságának fideszes tagja. 200 milliót spórolt meg a működésén a pécsi közösségi közlekedést végző cég. Ezzel indokolja a városvezetés, hogy emelni kell a vezérigazgató díjazását. Barkóczi Csaba szerint, ha megtakarítás van, azt nem a cégvezető fizetésére kell költeni. Mi azt gondoljuk, hogy ha ekkora megtakarítások képződnek, akkor azt legelsősorban a lakosságnak kell megérezni a jegyárakon, illetve az ott dolgozó buszvezetőknek a béremelkedésükön. November 9-én tárgyalta a gazdasági bizottság, hogy az önkormányzati cég vezetőjének duplájára emeljék a fizetését. Az írásbeli indoklás szerint azért, mert a kiírt vezérigazgatói pályázat eredménytelen lett, így a jelenleg vezérigazgatói feladatokat ellátó igazgatósági elnök feladata továbbra is megmarad vezérigazgatóként. Ehhez jött még a megtakarításról szóló kiegészítés, mint indok az emeléshez. Kereken 1 millió forintos fizetést kap Bánkuti István, ez a korábbi bérének a kereken a duplája, tehát ez egy 100%-os emelést jelent az ő esetében.
Erre november 1-től jogosult a cégvezető, aki a havi 1 millió mellett az éves fizetésének 70%-át kaphatja meg prémiumként. Vagyis az éves 12 milliós díjazás mellé még 8,4 millió jöhet, amit a városvezető koalíció szavazhat meg. Így a Tüke busztól 20,4 milliót kaphat a vezérigazgató. A cégnél a buszvezetők fizetését is emelték a bértárgyalások eredményeként. A sofőrök 4%-os bérfejlesztésben részesültek, így alapóra bérük alig haladja meg a bruttó 1300 forintot. A béremelésről, a városi cégek helyzetéről a november 16-ai közgyűlésen kérdezzük meg a városvezetői oldalt. A szociális munkanapját ünnepelték Pécsen. Az ágazat dolgozóit a Baranya megyei önkormányzat dísztermében köszöntötték. Az eseményen elhangzott, hogy a koronavírus okozta kihívások ebben a szférában is megnehezítették a munkát. 2022-ben azonban 20%-os béremelésben részesülnek a szociális munkások, de infrastruktúrális fejlesztések is indulnak, mondta el a rendezvényen a szociális ügyekért felelős államtitkár. Többek között zenés produkcióval készültek a Baranya megyei szociális és lakóotthonokban élő fiatalok. November 15-én rendeztek ugyanis ünnepséget a szociális munkanapja alkalmából. A szférában dolgozóknak köszönték meg munkájukat a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. Tavaly a pandémia miatt elmaradt a rendezvény, így idén különösen is fontos a köszönetnyilvánítás. Az országgyűlés egyébként 4 éve döntött úgy, hogy november 12-e a szociális munkanapja legyen. Az ágazatban munkát vállalók mellett azonban az önkénteseket is megilleti a köszönet, mondta el stábunknak Őri László. Akik a járvány elleni védekezésben, elsősorban a kisebb településeken egyedül élő időseknek nyújtottak segítséget mindennapi bevásárlásban, ügyintézésben, az ő önkéntes munkájuk és önkéntes szolgálatuk jól kiegészítette a szociális területen dolgozó szociális munkásoknak a munkáját. Az eseményen részt vett a szociális ügyekért felelős államtitkár is. Fülöp Attila elmondta, hogy 2022. január 1-től 20%-os béremelésben részesülnek az ágazatban dolgozók. Ez azt jelenti, hogy minden szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó részesül ebben a béremelésben, mint ahogy itt a teremben is ülünk, állami, önkormányzati, egyházi, civil fenntartók, mindenki részére jár ez a béremelés, ez közel 100 000 embert jelent az országban. Az államtitkár hozzátette, hogy szintén a jövő évben indul egy nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés 27 milliárd forintból. Emellett további 25 milliárdot fordítanak arra, hogy a nagy és zsúfolt intézmények helyett kisebb, úgynevezett támogatott lakóotthonokat hozzanak létre. Így az ország 206 helyszínén mintegy 2000 ellátott költözhet családiasabb környezetbe. Új borral, forró italokkal, libás ételekkel is készültek a szervezők Balatonszárszón hétvégére. A mártonnapi dínomdánomot először rendezték meg a településen. Amíg a legkisebbeket rólibohót szórakoztatta, addig a szülők a helyi termelők által kínált finomságokat kóstolták körbe. Sokan érkeztek az első balatonszárszói mártonnapi dínomdánomra. A sok kihagyás után, ami ez a pandémia ránk kényszerített, nagyon örülünk a helyi kezdeményezéseknek, és itt abszolút lokális termelők termékeit tudjuk megkóstolni. Nagyon örültünk ennek a rendezvénynek. Márton napja a karácsony előtti 40 napos bőt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok és vásárok. Igazából ez egy hálaadás, magyarországi hálaadás napot mondhatunk erre, amikor behajtják a jószágot a mezőről, megtakarítják a szőlőt, elkészülnek az új borok, és ilyenkor kínálják körbe az, a vendégeket, a háziasszonyokat. Balatonszárszón több helyi termelő kínálta finom ételeit és borait az érdeklődőknek. Ennél a pavilonnál új bort is lehetett kóstolni. Két újdonsággal készültünk, két 2021-es borra, egy Isai Olivérrel és egy Merlot Rozéval. Ezek vannak már olyan állapotban ebben az időszakban, hogy kóstolhatóak.
Ételekből, édességekből sem volt hiány, a hidegben a legnépszerűbb mégis a forralt bor volt. Készültünk saját ételekkel, borokkal, ezen kívül készültünk meleg italokkal, a forralt borral, aminek úgy látjuk, hogy nagyon nagy sikere van, hogy többször több kört kellett fordulnunk, mert elfogytunk. A mártonnapi dínomdánamot idén először rendezték meg a helyi vállalkozók kezdeményezésére. Balatonszersz nagyon kevés rendezvény van, és ebből jött az ötlet, hogy érdemes volna valamilyen kis megmozdulást is, és most, hogy így látom, hogy ilyen sokan el tudtak jönni, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy sokan vannak. A rendezvény részeként féláron volt látogatható József Attila emlékház is. Nem vagyok én ácsmester, hanem a Ludas Matyi, akit a Ken megveretett. Jöttem, hogy leróljam az adósságomat. Ez pedig már Siófok, ahol a főtéren kínálták a libás ételeket. A háromnapos libadalmon számos színpadi műsorral is készültek a szervezők. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Indul a TOP plusz 1800 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok. Útátadás, a közlekedést és a turizmust is segíti a Bonyhád-Bátaszéki út felújítása. Idén is kapnak karácsonyi csomagot a Szépkorúak Szekszárdon, több mint 3300-an regisztráltak már. Adventi szabaduló szoba, a fiatalokra koncentrálnak Pakson. Szerdán gyenge légmozgás mellett ismét nő a köthajlam. A hajnali talaj közeli köd általában felszáll, eloszlik, de a belőle kialakuló rétegfelhőzet helyenként egész nap megmaradhat. Napközben szürke rétegfelhő, szűrt napsütéses, illetve derült területek egyaránt előfordulhatnak. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!